A Biblia legjelentősebb történetének szereplője. Igaz, első látásra egyféle mellékszereplőnek látszik, de ami a vállára nehezedő felelősséget illeti, a történet kezdeti szakaszában nyugodtan az egyik főszereplőnek nevezhető. Szerepének jelentősége ellenére az ige mégis kevés részletet közöl róla. Ő pedig személy szerint sohasem szólal meg a Szentírásban. Mindez talán meglepőnek tűnhet, ha arra gondolunk, hogy Isten angyala többször is megjelent álomban neki. Reményik Sándor költeménye által egyféleképpen igazságot tesz neki, és anélkül, hogy valamit hozzáadna a bibliai beszámolóhoz, mégis kiegészíti azt, és ezzel nem ferdíti el a történet tartalmát, hanem éppen csak teljesebbé, emberségesebbé teszi. Jézus apja, Mária férje, József az ács szólal meg Reményik versében. Nem akárkihez beszél, hanem imában egyenesen Istenhez. Előtte önti ki a szívét, tesz vallomást a Jézus apjaként átélt időszakról. Legyinthetünk egyet, és mondhatjuk, hogy ez csak egy költő képzelete szülte ima, fohász, de amint végigolvassuk a verset lelkünk mélyén, el kell ismernünk, hogy ez a képzelt fohász nagyon beilleszthető mindabba, amit eddig Jézus születésének, életének körülményeiről tudtunk, de abba a vázlatos, szűkszavú beszámolóba is, amit az evangéliumokban találunk József életéről, személyiségéről. A vers egy beismeréssel, vallomásnak is tekinthető sóhajjal indul. Nehéz ez az apasság, ismeri be József, kiemelve ennek az apasságnak a nagyon különleges, rejtélyes, s ezért néha megterhelő, talán szívet, lelket marcangoló jellegét. E vallomás után emlékek sorozatát villantja fel Isten előtt József, a gyermek szemeit, az ács műhelyt, a szerszámokat, az Egyiptomba való menekülést, a jeruzsálemi templomba tett látogatást, a bensőséges, meghitt együttlétet, amit egy szerető, gondoskodó apa kicsi gyermekével átélhet. A felidézett emlékek zajlásával az őszinte emberi érzések is életre kelnek József lelkében, szívében. Csodálat, gyönyörködés, élvezet, töprengés, elbizonytalanodás, enyhe szomorúság és egyféle beletörődés, meghajlás a gondviselés útjai vezetése előtt. A vers egybefolyó szövegegység, szakaszokra osztottság nélkül, talán a költő ezzel is nagyobb hangsúllyal szerette volna érzékeltetni a mű, ima, fohász jellegét. Reményik Sándor, József az ács, az Istennel beszél. Magasságos, te tudod,
Nehéz ez az apasság, amit az én szegény vállamra tettél. Apja volnék, és mégsem az vagyok. Ez a gyermek, ha szemébe tekintek, benne ragyognak nap, hold, csillagok. Anyja szemei, s a te szemeid, Istenem, a te szemeid azok. Gyönyörűséges és szörnyű szemek, oly ismerősek, s oly idegenek. Ez az ácsműhely, ezek a forgácsok, mit tehettem érte, mit tehetek? Én tanítottam fogni a szerszámot, mégis ráfogják majd a kalapácsot. Úgy félek, mi lesz? Most is ki tudja, merre kóborog, tekintetétől tüzet fog a műhely, tüzet a világ, s egyszer ellobog. Ó, jó volt véle Egyiptomba futni, s azután is óvni lépteit fel a templomig, Jeruzsálemig, míg egyszer elmaradt. Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja borzolt a szürküllő szakállamat, ezüst nyomot hagyott már akkor is, komoly nyomot parányi rózsaujja. S most olyan más az útja, vezetném, és ő vezet engemet. Csak azt tudom, a te utadon jár magasságos, de ki tudja a te ösvényedet. Te vagy az atya, én senki vagyok. Az evangéliumban hallgatok, s hallgat rólam az evangélium.